Halló, halló! Sziasztok! Nem tudom, hogy látszik-e hang, kép, stb. Ez itt a pécsi Állítsuk meg az országot demonstráció. Nézem, hogy... Tehát akkor van kép és hang, azt mondjátok, ugye? Csak mert... Jó, oké, köszi a jelzést. Tehát ez itt a pécsi demonstráció, most kezd felvonulni a Barbakántól, ez a bástya, a Barbakán, itt Pécsen, a Püspöki vár oldalából. És az északi, illetve a nyugati városfal mentén, történelmi városfal mentén fog vonulni a tömeg. Hát, mint látjátok, ez a tömeg, ez olyan... talán eléri az 1000, talán egy kicsit némileg több, egy optimista jóslat szerint. Most nem igazán voltam képben, mert az elindulásnál pont még itt szórakoztam a stream beállításnál, mint ilyen kezdő. De remélem, hogy így vagyunk egy 1000-en, majd csinálunk egy olyat, hogy így megállok a tömeg mellett, és akkor végig nézzük, hogy körülbelül hányan lehetnek, azt szerint, hogy egy sorban hány ember van, úgy nagyjából akkor, hogyha ez valakit érdekel. Beolvasnék egy-két ilyen kötelező dolgot. Az egyik az, hogy ma, bocsánat, itt a papírokkal lapozgatok, ma hány helyszínen van demonstráció. Azt mondja, hogy van Ajkán délelőtt útlezárás, délután vonulással egybekötött tüntetés, Baján 3-tól, tehát szintén nagyjából egy időben ezzel, Dunahídnál lesz félpályás lezárás, Berettyóifalon 11 órától félpályás, Békéssabán már pénteken volt félpályás, és szombaton is tüntetés lesz, Debrecenben 1 órától vonulás, Egerben 10.30-tól, Érden 2-től, 3-tól forgalomlassító autós menet, Fehérgyarmat 8:30 és 11 között tartanak félpályás lezárást, Gödöllön délelőtt 10-től indult, Győrben 13 órától, Győrben délben gyülekeztek félpályás lezáráshoz, Hajdúdorogon félpályás lezárás 3-tól, Kaposvár ott 3-tól az Európa Parkban kezdődik tüntetés. Kecskeméten egy óra múlva nagyjából 4-től lesz fáklyás felvonulás. Kecskeméten, ja igen, ez volt 4-től, Miskolcon 2 órától volt vonulás. Mondoron dél és 2 között félpályás útlezárás. Nagykanizsán félpályás útlezárás 14 órától volt. Nyíregyházán 13 órától forgalomlassító demonstráció. Orosházán 2 órától félpályás. A Pécs utat itt látjátok, Salgótarján délelőtt autós felvonulás és félpályásodás, Siófokon 4-től lesz ellenzéki tüntetés, Sopronba délután 3-tól a főtéren gyülekező, a tüntetők ide egyébként Bécsből is érkeznek majd. Szekszárdon 1-től volt félpályás, Szigetváron, hát itt csak annyi van a papírom, nem, hogy valami van, nincs különösebb info, hogy időpont, stb. Szolnokon, jubileumi téren 3-tól kezdődött, Szombathelyen már reggel 8-tól, Tamásiban, Tolna megyében forgalmasítás, majd tüntetés, flashmob, bocsánat, közben kikerült a vasasokat, azt mondja, hogy Tatabányán 3-tól országos szakszereti vezetők és politikusok részvételével lesz demonstráció ezzel egy időben. Veszprémben 12.45-től autós felvonulás, 12.45-től autós, 14.45-től pedig gyalogos menet. Zalaegerszegben 3-tól útlezárás, aztán külföldi helyszínek is le vannak, Stuttgart, Dublin,
London, München, Amsterdam, Bern, Bécs, Oszló, Swansea és Berlin. Ezekben a külföldi városokban szintén demonstráció. Most bocsánat, néha a kamera lehet, hogy össze-vissza ment, mert a felolvasásnál nehezen tudtam koordinálni. Nincs élettartom, és ezért kicsit nehézkes volt. Na most a Pécsiről pár szóban még. Itt ugye megalakult a PDS sztrájkbotága, talán a hírekből tudjátok. És vannak is már követeléseik. Ezek a követelések pedig a négy a következő pontokból állnak. Ez több mint négy pont, tehát ez egy másik kicsit elébre megyek, és akkor onnan folytatom. Jó? Tehát ez itt az első sor a demonstráció, itt a vasasok vezetik. Kicsit ilyen békemenet feelingje van a dolognak, ezzel a nem leszünk rabszolgákkal. Tehát a követelések, vonják vissza a rabszolgatörvényt. Kettő, rendezzék a közalkalmazotti bértáblát. Három, jogszabályban biztosítsák a járulékmentes béren kívüli jutatások lehetőségét, kafetériát. Négy, a többletmunkáért járó ellenértéket minden esetben fizessék ki. 5. Legyen a minimálbérhez kötött diplomás bérminimum. 6. Követeljük a sztrájk törvény módosítását, a sztrájk jog gyakorolhatóságának biztosítását. 7. Korrekt érdekegyeztetést, vegye komolyan a kormány, a munkáltatókat és a szakszervezetekkel folytatott tárgyalásokat. És akkor külön a PDS ágazati követelései jönnek még. 1. A pedagógus illetmények számítási alapja ismét a mindenkori bér, minimálbér legyen. 2. Állítsák vissza a pedagógusok közoktatási törvény szerinti kötelező óraszámát, a helyettesítést, a túlórákat pedig fizessék ki. 3. Csökkenjen a diákok és a pedagógus munkaterhelése. 4. Kezdődjön meg a pedagógus előmeneteli rendszer módosításáról szóló szakmai vita. 5. Állítsák vissza az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiáját. Szóval ezek a követelések, nem tudom mennyire van ebben a hangzavarban hallható részlet, remélem valamint hallottatok belőle. És akkor még a pécsi tüntetésnek a szónokait próbálom előkeresni papírok közül. Pardon, bocsánat, csak ez sajnos kellett egy kis segítség a másik kezemmel. Tehát a pécsi tüntetés vonulással kezdődött. Itt nagyjából a Székesegyház északi oldalán jár a tömeg. Ez körülbelül így a útvonalnak a, talán az egynegyede, egyharmada. A szónokok pedig a következők lesznek. Nagy Erzsébet, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének pécsi ügyvivője. Hetesi Ildikó, a Böcsei dolgozók demokratikus szakszervezetének területi titkára. Varga Orsolya, a nők ellenállás mozgalma, azaz a nem képviseletében, és Benke Norbert, Vasas szakszervezeti szövetség regionális ügyvivője. Egyébként ő az a fekete sapkába jobbra. Tehát a jobboldali piros-kék vasas ruhában. Na most azt hiszem, hogy eljött az a pillanat, amikor így az tömeg oldalában megnézzük, hogy mennyien vannak. Tehát körülbelül 10 ember van egy sorban, 20, hát 30, legyen 40, 50, 60, 70, 80, 90, kb. Itt lehet a 100-as, 110, 120, 130, 140, 150, 160, szia, 170, 180, 190, 200, most kicsit lassabban mondom, hát, hogy gyorsabban, 210,
2:20. 2:30. 2:40. 2:50. 2:60. 2:70. 2:80. 2:90. 300. 3:10. 3:20. 3:30. 3:40. 3:50. 3:60. 3:70. 3:80. 3:90. Kb. Itt a 400. Szerintem most vagyunk egyébként olyan fél úton, az elejétől és a végétől. 4:10. 4:20. 4:30. 4:40. 4:50. 4:60. 4:70. 4:80. 4:90. Kb. Itt lenne egy 500-as. 5:10. 5:20. 5:30. 5:40. 5:50. 5:60. 5:70. 5:80. 50, 5:90, és akkor itt nagyjából itt lehet a 600-as. Na hát egy 6:10. 6:20, ez már nagyon a vége. Mondjuk legyen itt a 6:30. 6:40. 6:50. 6:60. 6:70. 6:80. 6:90. 700. Szerintem kicsit lassabb voltam most, tehát mondjuk 7:10, 7:20, és egyébként ez itt a vége. Rendőröket most nem számítjuk bele, bár rendőr szakszeret is támogatja ezt a tüntetést, és a város mindenki zárja a menetet. Tehát egy ilyen 800 és 1000 fő közé tippelhetjük ezt a menetet. Nagyjából. Remélem, hogy korrektnek tartjátok a számítást. A tömeg eleje az már nagyjából az alagútnál, a Pécsi alagútnál tart, ami ott a bástya-szerű képződménynél van. Tehát ez itt az északi városfal, itt elhagytuk a Székesegyházat északról, és itt a városfal mentén, az Aradi Vértanúk útján vonul a tömeg, majd le fog kanyarodni a városfal, nem is tudom. Juli, eddig lesz a menet? Nagyjából itt a Széchenyi téri lágaza. A Majoros Imre utcáig, és ott le. Aha. Ja, értem, oké. Tehát nem itt lesz egy rövid leforduló, mert egyébként itt lennénk mindjárt a Széchenyi téren, hanem ez a menet még tovább megy. Túlmegy a főtér északi oldalán tulajdonképpen, és majd lesz egy ilyen kis U-alakú kerülő útvonal, tehát akkor így a város keleti, belvárosi városfal menti keleti oldalán fog legyalogolni, és akkor a Pécs sétáló utcáján a Király utcán fognak a főtérre bevonulni, ami egyébként nagyon vicces, hogy valamikor még a rendszervetesed Kossuth Lajos utca volt, de hát úgy látszik, hogy a Habsburgok visszakapták ezt a, vagy hát nem is tudom, a királypártiak a Király utca elnevezést, tehát Kossuth Lajos nem volt komilfó a rendszerváltás után Pécsen, hogy a ominózus sétáló utcájátnak a nevét megrízze. Na mindegy, ez csak egy ilyen kis röpke adalék. Tehát itt vonul a tömeg, most megpróbálunk egy kicsit visszamenni, és talán meg is fogok kérdezni egy-két tüntetőt, vonulót, hogy pontosan mi jár a fejében, hogy érzi, mennyire jelentős most ez a megmozdulás, mit vár el a szónokoktól. Hát ilyesmi. Remélem, hogy találok vállalkozó jelentkezőt erre. No, azt mondja,
Jó napot kívánok! Nem nyilatkozik. Jó napot kívánok! Mérce blog számára pár szót megengedem kérdésként, hogy mi az, ami legfőképpen ön fontosnak tart ennek a demonstrációnak a követelései között? Hát én nagyon szintén a rabszolgatörvény az csak az egyik, úgy általánosságban az egész rendszer ellen. Aha, igen. A legfőképp a korrupció is. És azt a sok pénzt, amit elvesztünk, vagy elbaszott a kormány a EU-s pénzekből. Aha. Saját magukra, vagy jobban a haveri körre. És akkor még a többi alkotmánybíróság, meg a hasonlók. Igen, hát most felgyorsultak az események. Remélem. Maguk képére alakították át. Igen, igen. Legfőképp igen, ezek azok a voltak. Igen, hát most már az az érdekes helyzet van, hogy megállapítódott, hogy a bankelnök lop, lényegében ez bírósági papír bizonyítja, és mégsem történik semmi. Tehát, hogy innentől kezdve a legitim tovább lépés már nem nagyon van. Tehát itt a jogszerűség ereje kimerült, nem? Tehát, hogy... Azért én még remélem, hogy nem? Annak nincs értelme, hogy az országot felfordítani. Tehát a békés demonstrációkkal meg lehet változtatni a dolgokat? Szerint hát, még... Sokan lennél, nagyon sok ember, akkor igen. Ennél azért valószínűleg többen akkor, ugye? Igen. Meg a választásokon kell úgy szavazni. Aha. Hát azért vagyunk demokráciában, hogy a választás döntsön. Hát most éppen egy Európa parlamenti választás és az önkormányzati lesz. Az Európa parlamentire azt mondják az okosok, hogy olyan súl sokat belpolitikailag nem fog osztani, szorozni. Mi erről a véleménye? Hát azért, hogyha az ellenzéki pártok szerveznek többséget, az a figyelmeztető jel. Aha. Ön egyikben támogatná a közös ellenzéki listát az LP szavazáson? Ó, ez egy érdekes kérdés, mert nagyon sokat, hát, na, elemzéseket láttam, vagy, tehát ez már matematika, hogy vagy összejön egy közös listán annyi, az már nem lehet felmérni, hogy most akik taszítják egymást az ellenzéken, vagy azok szavaznak-e. Lehet, hogy így is lehet így szerezni elégséges szavazatot, ha mindegyik párt. De lehet, hogy közös programmal is, akkor választhat az emberek, hogy melyikre. Mit lehet elérni az Európa Parlamentben Magyarország a demokrácia visszaszerzése érdekében? Szerintem ez nem az Európai Uniónak az ügye, hanem Magyarországnak. Aha, tehát olyan túl sokat nem lehet ott Brüsszelben lépni. Nem, mert annak tulajdonképpen annak a magyar emberek is szállt meg a nevét a mindenféle szankciók, de valószínű, hogy valamilyen hatása van. Jó, köszönöm. Mindig úgy lehet, hogy Orbán azért mindig behúzta a fülét farkát, amikor igazán Merkel vagy valaki rálépte. Igen. Na most érünk be az agudba ennek az akusztikai pozitívumát kihasználva megy a rigmus, úgyhogy akkor be is fejezzük az interjút, mert valószínűleg nem nagyon hallatszana semmi. Köszönöm szépen! Most vagyunk itt az alagútban. És a... Egyébként itt fölöttünk a Kálvária domb van. És itt most van a menet nagyjából a felénél tart. Most így jobbára ilyen rendőri felvezetéssel gyaloglok a menet oldalába. Kétségbeesett kiabálások. Hoppá, bocsánat. Kutya is tüntet. Vannak fiatal tüntetők is.
kérdésednek. Na most érünk ki az alagútból. Most összetalálkozott két kamera. Oké. Kiértünk az alagút jótékony ködéből, sötétjéből. Hát napfényre mondhatni nem, mert borult olyan plusz 4-5 fok. Lehet, úgyhogy meleg sapka kabát. Az muszáj ide a tüntetésre. Hát nem túlságosan forgalomtól amúgy használt területen vonul a tömeg most. Voltak is olyan hangok, hogy talán a Rákóczi út lenne erre alkalmas, de hát hogy úgy mondjuk, hogy a demonstráció szervezői tekintettel voltak a rendőrszakszervezet igényeire, és ők a kollégákat nem akarták túlterelni. Nyilván túl sok biztosítási lehetőség kellett volna pluszban, hogyha forgalmasabb szakaszon kerül sor erre a vonulásra. De azért egyébként egy-két közlekedési csomópontot fog érinteni a menet, például most majd az Ágoston tér, ha jól sejtem, az lesz egy olyan elkerülő északi útvonal, amit az autósok eléggé sűrűn használnak. Mondhatni majdnem, hogy egy pécsi viszonylatban belvárosi autópályát jelent, itt az MSZP-nek a zászlóerdeje, úgymond, bocsánat, itt egy buxus vagy bokor, és próbálunk felvonulni a menet elejére, itt lassan elérjük a Momentum lila zászlait. És esetleg meginterjúvoljuk. Szervusz Balázs! A Mérce számra egy pár szavat. Mérce. Mit szóltok most ehhez a mai demonstrációhoz? Nagyjából az elvárásokhoz mérten jól vagy? Vagy többen vagy kevesebben jöttek el szerintetek? Szerintem ez egy nagyon szép szám egy szombati napon. Én annak örülök, hogy most országszerte mindenhol, minden városban egyszerre vannak ezek a megmozdulások. Szerintem ennek elég jó ereje van, de hát látszik is egyébként, nem is látja a tömegnek az ízét. Én úgy számoltam, hogy egy ezres lehet maximum. Igen. Hát a Széchenyire még várnak ránk egy páran. Én megkockáztattam, hogy nagyjából hasonló lesz az első két tüntetés, tehát ilyen 1500 körül mondjuk. De 1000 és 2000 között ingadozik, nyilván attól függ, hogy ki mikor ér rá. Szerintem ez egy elég jó. Aha. Jó szám egyébként most. Jó. Van-e most valami, ami esetleg a Momentumot különösebben így aktuálisan érdekli? Így elég sok pont kezd már kialakulni, ugye van a PDS-nek is külön követelési pontjai, a szakszereteknek is, a politikának, illetve a ti 5 pontotok is, meg a kering a hírek között, tehát hogy most éppen mi a legaktuálisabb követelés, ami a legégetőbb? Mindez 5 nyilvánvalóan, de egyébként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás szerintem, mert az ugye van egy... Egyébként meddig lehet gyűjteni az aláírásokat erre? Hadházi azt nyilatkozta, hogy nagyjából az európai parlamenti választásokig szeretné gyűjteni, és addig jónak is összegyűlne az 1 millió. Szerintem erre reális esély van egyébként. Nyilván mi is kint vagyunk a pultjainkkal, alá lehet írni bárhol gyakorlatilag ott szeret, ahol éppen kint vannak a pultjaink. Folyamatosan egyre több pultot nyitunk ebben a napokban. Úgyhogy nekünk most pörög föl igazából, hát ugye szoktuk mondani, hogy amikor 0 fok alatt, vagy 0 fok körül van a hőmérséklet, akkor mi akkor indulunk be igazán. Egyébként pont ma van 2 éve, hogy a Nolimpia kampányt elindítottuk. Úgyhogy ez is egy szép évforduló. Hát ez egy kedves évforduló, igen. Igen. És hát látjuk, hogy méltó meg is ünnepeljük. Úgyhogy azt így megyünk tovább. Egyébként... Hiába csesztett az állami számvevőszék. Egyébként tényleg volt nektek egy népszavazási ötletetek még a választás előtt, azzal, annak a sorsa mi lett végül is? Melyik? Hát, látod, már nem is emlékszem pontosan, hogy miről szólt, de emlékszem, hogy konkrétan volt egy aláírás. Szerintem az a civil törvényes volt.
Ja, igen, a Soros civilek elleni. Hát a kampány után illetve az megölte kicsit a dolgot. Igen. De összejött egyébként szép számolat, tehát tudom most fejből, de nem akarok hülyeséget mondani, de sok-sok tízezer. Aha. Tehát itt Pécsen is egyébként több ezer aláírás gyűjtöttünk arra a kampányra. Úgyhogy nekem az a tapasztalatom egyébként, hogy elég jó ezek a pultozások, meg aláírás gyűjtések, az emberek nyitottak arra, hogy akár az utcán politizáljanak egyébként. Szerintem ez tök jó. Az elmúlt évekhez képest én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, hogy ebbe az irányba kell elmozdulni az emberek az utcán hajlandó a közéletre. Na most a tüntetések, illetve az aláírásgyűjtések népszavazása, ez a kettő, mint hogyha most így felváltotta volna egymást, nem? Tehát, hogy stílusban most inkább a tüntetés szervezés az, ami első rangú lett. Nem mondanám feltétlenül. Ellenzéki tevékenységként, vagy nem? Soha el lehetett olyanokat látni, ahogy az Európai Ügyészséges aláírásgyűjtéshez a pultokat, azokat oda rakták a tüntetések környékére. Szerintem az a tökéletes példája annak, hogy a kettő nagyon szépen kiegészíti egymást. Én nem gondolom, hogy ezek itt leválthatóak. Nyilván az egyik kicsit más jellegű energiákat viszel, mert a rendőrséggel kell a bejelentéseket intézni, a másik meg ugye maga egy kampány. Szerintem a kettőnek megvan a helye, és én most azt érzem, hogy elég jól kiegészíti a kettő egymást. Azért most már január közepét írjuk, de most meg ki lehet mondani, hogy több mint egy hónapja tart a tüntetés hullám, ami elég ritka. Most itt kering a sajtóban egy ilyen nagy kérdés, hogy te, mi a véleményed az közös listáról, az EP választás? Megvan az Európai Parlamenti Választási listánk, egy arányos választás. Mármint, hogy a pártok közös listáját te támogatnád, vagy nem? Sok sikert nekik hozzá, hogyha szeretnének olyat, nem tudom, hát mi vagyunk az első ellenzéki párt, aki egyáltalán bemutatta a listáját. Aha, igen. Én még azt sem hallottam, hogy egyáltalán kiket akarnának, meg milyen, tehát hogy... Hát akkor, akkor valószínűleg a ti listátokat akkor át kéne kalibrálni, hiszen akkor nem működne egy külön momentum lista. Hát pont ez az, hogy négy hónappal előtte akar, el akar kezdeni kampányolni, akkor már el kell kezdeni kampányolni. Hát akkor ez tulajdonképpen már késő, ez a vita. Van ezzel szórakozni szerintem. Ezt időbe ki kellett volna találni esetleg, és akkor lehetett volna róla beszélni, de hát ez most már biztos, hogy olyan. De ez világos, hogy egyébként minden párt elutasította, úgyhogy nem is kellett. Ja, hogy ez már le is került, akkor a... Persze, hát a Jobbik is már mondta, hogy nem, a DK sem volt ott az egyetlenkéseken, igazából ez nem. Hát tulajdonképpen elég, hogyha egy-két-három párt igenis kommentőnk van, ennek már nincs sem különösebb relevanciája. Ja, de hát ezt meg de világosan kijelentettük már az összegyűlési választásokon is. Jó, oké. Van listánk, van saját jelöltjeink, fiatalok, állítólag még okosak is, másokat mondják. Készülünk. Kampányolunk, okay. Én vagyunk az utcán. Jó, szuper, na hát sok sikert kívánok én nektek. Szépen. Hello, hello, szia! Nemes Balázst hallottátok, a Momentum pécsi vezetőjét, és akkor itt a LMP, illetve Jobbik van még itt. Hát én most nem interjúolom meg az összes pártot, ha nem haragszotok. És esetleg valamelyik őtök kíváncsi valamelyik pártnak a aktivistájára, vagy hát prominensének a véleményére, esetleg írjátok meg kommentbe, de megpróbálok vele felvenni kontaktust. Tehát itt az LMP-vel vagyunk egy sorban nagyjából, aztán a HVDS 2000, egy kis PDS zászló, aztán itt már tulajdonképpen csak táblás tüntetők. Kedi Csokorom, tetszik-e a Mérce híroldalnak egy pár szóban nyilatkozni? Mert egy nagyon szép, mondhatni frappáns, lakonikus táblával jött ki erre a tüntetésre. Mi az, amiből leginkább elege van? Nyugdíjas vagyok abból, hogy nagyon kevés a nyugdíjam. Megalázzalan kevés. 43 év munka után. Értem. Hát ez bizony az, lehet, hogy nem csak ennek a rendszernek a következménye, nem? Hanem már korábban sem voltak a nyugdíjasok ez mindig. Ez már 9 éve tart ez a rendszer. Az igaz? Most már illemek. Az igaz? Egyébként hajrá Mérce. Köszönjük szépen. És hát hajrá nyugdíjasok. Na, itt lefordult a tömeg az Ágoston térnél. Most vagyunk a
belvárosnak a nagyjából a keleti végén, a Majoros Imre utcában. Tudtátok, hogy alkotmányos válság van? Az emberek jogait biztosító alkotmányt önkéntesen törölték, az alaptörvényen hatalom saját magának alkott törvényeket, nem a népnek. Miért nem beszélnek erről a politikusaink sem? Magyarország alaptörvénye 7 éve érvénytelen, 262 országgyűlési képviselő hozzájárulásával 2012-ben jelezte be egy magánhatalom. Ez egy valószínűleg az az alkotmány védő, hogy van. Igen, köszi. Nem sejtem, hogy ők kicsodák, bár... Jó, posz! Jó, posz, próbáltam. Mérce hír oldaltól vagyom. Milyen szervezet képviseletében? Én saját magam szervezet. Teljesen saját magam? Igen, civilként jöttem ide, igen. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen, ami a táblám, az totálisan... Én mondom ezt, meg mások is mondják, de én ezt szeretném, hogy több ember megtudja itt az országban, hogy azért a Magyar Köztársaság érvényes még. Ez teljesen logikus okfejtés, igen. Magyarországnak nevező az állam. Jó, köszi szépen, viszont kívánom. Jó, hát akkor... Uniós brómapénzek lenyúlása miatt vagyok fölképés, és igen, nekünk is előbb az abból a Farkas Flórián mögé bújva lopják el a pénzeket, és a romákat bűnbaknak itt nyelva. Mi vagyunk a bűnösök, adja az ország helyre sülje. De te romák, ti is! Jó, köszi szépen! Minden jó! Bocsi, és akkor előre megyek, jó? Ja. Tehát itt vagyunk a Vasasa. Most fordul be, állta meg a sétáló utcába. Az enyém az hosszabb madzagos, hát? De ez könnyebb viszont. Hol van? Köszi. Bocsánat, a gyors, kicsit rászkodott telefonért, de próbálok így a menet elejére kapaszkodni. Tehát itt a tömeg eleje. Vagyunk a Lítheum templomnál, ez itt a Király utca eleje, és itt van mögöttünk a tömeg.
81. Ilyen búcsójárás feeling van ezekkel a kereplőkkel. Tehát akkor Pécsen vagyunk, aki esetleg később csatlakozott. Lassan beérünk a főtérre. Ez körülbelül 4 óra 20 perc legkésőbb meg fog történni. Kb. 1000 főre satszoltam a tömeg létszámát. 4 felszólaló lesz. Utcazenés besegítés. Lassan beint a főtérre. Most be a színház térre. Ugye Pécsen is van nemzeti színház. Hát őkelme az, ez a sárga épület. Csak hogy egy kis turisztikai bemutató is legyen a dologban. Tehát ez itt a színház tér, ahol vanunk. Szembe a valamikori helyőrségi klub. Remélhetőleg a főtéren még lesznek pártázan, akik ott gyülekeznek. Gyertek velünk! Gyertek velünk! Gyertek velünk! Gyertek velünk! Gyertek velünk! Gyertek velünk! Próbáltam egy kicsit ilyen panorámát adni. Elnézést a hektikus kamera használatért. Igyekszem azért majd ott a tér elején egy emelkedőre, vagy valamire fel lépve tömegen lép. Nem a szolgálat! Nem a szolgálat!
Hát ez pedig már itt a városháza, annak is a tornya. És ugye a városháza már a Széchenyi tér, a főtérnek a saroképülete. Úgyhogy már perceken belül kiérünk. Picit előre sietek megnézve, hogy a téren hány ember várja a tömeget. Ott is vannak már páran. Akik nem akarták ezt végiggyalogolni, azok itt a téren gyülekezve várják be ezt a demonstrációt. Hát nincsenek túl sokan, mint az így látható is talán. Schwarzberg kb. Talán vannak inkább ilyen nézelődőknek, nézem is érdeklődő emberkéknek. Hát egy LMP stand azért még árválkodik itt. Hát mennyien lehetnek ezek, talán még egy 100 fő. Itt van tehát a főtér Hunyadi szobor, Jemmy volt megyeháza. És a Nádor szállónak a rózsaszín épülete. És akkor így a tömegre rápróbálok svenkelni innen a főtér lépcsőjére. Tehát itt érkezik be a Király utca torkolatából a tömeg a főtérre. Tömeg eleje már ugye kiért a dzsámi előtti lépső részre. Úgyhogy akkor így valószínűleg én is akkor előre megyek, mert annyira nem érdekes, hogy az emberek kifordulnak a Kossuth, bocsánat, a Király utcából, hanem majd akkor, hogy valahogy feláll a tömeg a téren, az lesz egy esetleg egy olyan teljes kamera beállítás, amivel végig tudom pásztázni a tömeget, ami körülbelül egy 1000 fő, ha nem csaltam túlságosan a számolással. Itt van a rendezői pult, és akkor itt a gyülekező, most ér fel a tömeg. Még egyszer, tehát akkor ez a pécsi rendezvény, Széchenyi tér, most érkezik be a tömeg. És itt ez a szervezői pult árnyékában. Tehát akkor a... Mielőtt még a zene elindul, tehát a felszólalók, Nagy Erzsébet, a PDS pécsi ügyvivőlet, Hetesi Ildikó, bölcsődei dolgozók, Demokratikus szakszervezete területi titkára, Varga Orsolya, a nők ellenállási mozgalma, és Benke Norbert, a Vasas szakszervezet regionális ügyvivője. Most a tömeget ez a tüzes zene fogja itt várni a téren. Itt látható. Tehát ott lesznek a szónokok valahol, a dzsámi előterébe. Kellemes borult idő van továbbra is. És egy 3-4 órás vonulás után megérkezett a tömeg.
Még ez a tüntetők. És már ugye a vége fog befutni. Szervusz! Bemutatlak a Mérce nézőinek, jó? Böszörményi István, képzőművész. Ha jól sejtem, akkor a tüntetésre jöttél. Igen. Nincs rajtad a garázdás pólod most, vagy van? Ja, jó, szegény most neki vetkőzik, igen. Ő róla, erről nevez. Ja, de van hátsó része. És hát ugye ennek van egy története, nem tudom mennyire ismerik a kedves nézők. Itt egy szoboravatás alkalmából lett az úrnak ez a kitüntető címe, mivel egy ilyen nagyon-nagyon undorító, mondhatni hát közpénzből lehetett mondani, ugye? Egy ilyen aranyozott szobrot kapott Vörös Sándor, amint ül egy ilyen kávéházi asztalkánál. Nem az én történetem a fontos. Sokkal fontosabb az, hogy beszántják a Magyar Tudományos Akadémiát, sokkal fontosabb az, hogy elődözik a CEU-t. Sokkal fontosabb az, hogy kitartják az én szakmámban a Magyar Művészeti Akadémiának nevezett öregek otthonát, és sokkal fontosabb, hogy csomó-csomó aktuális dolog, amit az, hogy valaha én listet szóltam. Fontos a szakszervezetek tiltakozása, nagyon fontos az, hogy élnek még bérből és fizetésből élők, irigyben őket, és sajnálom egyszerre, és szolidáris vagyok velük, bár ma már nem olyan tudom elképzelni az életemet úgy, hogy munkás, hogy munkám legyen, tehát a persze hogy egyre többen lesznek most már. Hát, ugye körülbelül 1000 fő jött el most erre. Kb. Erre számítottál, vagy azért nagyobb tömegre? Hát, mint a múltkorira annyira számítottam, nekem kicsit kevesebbnek tűnt, de még a vége felé meg már. Akkor az elején voltunk sokan, most meg a végén. Hát majd lesznek, akik megszámolják, én mindig elszámolom magamat. Én megszámoltam úgy nagyjából, akkor olyan 1000 fő volt felfele kerekítve a dolgot. Igen, az üdvözlendő. Én akkor is itt vagyok, a 12-en vagyunk, akkor is, hogyha 1200-an. Oké, hát akkor reméljük, hogy akkor tüzes szónoklatok leszek most. És akkor... Nem megy át kampányba, de... Igen. Hát most politikusok nem fognak fellépni, hanem szakszervezeti emberek fognak többségében. Bölcsődei dolgozók, vasasok, PDS, és egy női, egy feminista szónok is lesz. Igen. Hát illetve lehet, hogy a többiek is feministák, de ő kimondottan egy... És közben megjött az AVN-nek a transzparense. Nem ismerte meg új hajszínűt. Igen. Na hát meg is érkezett a tömegnek a vége, és akkor itt vagyunk a téren. Tehát most kezdődnek a szónoklatok, úgyhogy előre is rohanok. Elnézést. Egyelőre a hangosítás még nem sikerült beüzemelni, úgy tűnik. Nem tudom, hogy ez... Ez csak egy mobiltelefon volt. Jó, ne tudni, hogy... Egy kis technikai malőr. Úgy tűnik itt a szónoknak a helye. És akkor itt a tömeg, érted a demonstráció részvevői, nagyjából így. Ő Nagy Erzsébet, a PDS helyi ügyvője. Éljen! Egy idő
lezárás, és én azt hiszem, mivel nagyon impozáns a sor, először hallgassuk már meg, hogy Ajkától Zalaegerszegig hol vannak tüntetések, illetve Külföldön. Virág Judit tanárnő be fogja ezeket, hogy gyorsan olvasni nekünk. Ez az, amit én is beolvasnám, kedves nézőknek. Tehát üdvözöljük tüntető társainkat, Ajkán, Baján, Szerencsú, Újvaj, Elkésdabán, Debrecenben, Odenben, Érden, Fehérgyarmaton, Kodolón, Gyöngyösön, Győrben, megint Nagy Erzsébet a Pérez helyi ügyvívő. És tegnap volt Kongó is, ezt ne felejtsük el. És nem tudom, hogy mi vannak az Szigetvárosban tartozók. Azért hívtuk most egybe ezt a nagygyűlésnek, mi nagygyűlésnek nevezzük, és szakszervezetek szerveztük most ezúttal, nem a pártok, mert hogy úgy érezzük, hogy most nagyon-nagyon a szakszervezetekre pattog a labda. Ugyanis rengeteget mászkáltunk már az utcán. Nagyon sokszor voltunk itt, és nem hallották meg a hangunkat azok, akiknek meg kellett volna hallani. És most már eljutottunk odáig, hogy nem várhatunk tovább. Nem várhatunk tovább. Mindenek voltunk ezért, mi pedagógusok, akik hát ugye ilyen eléggé béketűrő fajtal szokták rám mondani, hogy ilyen birka meg olyan, szerintem azért nem, de mi úgy gondoltuk, hogy ennek már vége, ezt nem lehet tovább csinálni, ezért kezdeményezte a PDS, hogy alakuljon meg az országos sztrájk előkészítő és demonstráció szervező bizottság, amely meg is alakult december végén. Ennek 15 szakszervezet, én a hallgatói szakszervezetet is ide veszem, mert nagyon örülünk el, most már hallgató egyetemisták is csatlakoztak, tehát 15 szakszervezet és azon belül 3 konfederáció csatlakozott, ez körülbelül azt jelenti, hogy nagyjából 200 ezer munkavállaló tömörítő szervezet. A sztrájkelőkészítő bizottságnak az az elsődleges feladata, hogy összehangolja a sztrájkköveteléseket. Ezek most már nagyon a vége felé tartanak, megvan, mi a szakszervezeteknek a 4 pontja, ez bizonyára mindenki látta a sajtóban, nem kell felolvasni, de itt a nyomtas te is példányokon el lehet olvasni, és ha valaki még nem kapott pécsi mutációt, kérem, hogy kérjen, mert direkt Pécsre készített a nyomtas te is külön újságot. Úgyhogy ezt mindenki tőlünk itt az aktivistáinktól kérje el. Tehát a szakszervezeti követeléseket megpróbáljuk úgy összehozni, hogy azok általános és ágazati követeléseket tartalmaznak, még pedig azért, mert az a következő lépés, hogy sztrájkbizottságban ülünk le a kormánnyal, mert másképpen ő nem hajlandó. Egyedül a törvény erejénél fogva lehetséget csak őket bemutatni, tárgyalni, ez a mi tapasztalatunk, mert eddig is nem ülhettek volna. Semmi! Kimegyünk az utcára! Semmi! Aztán meg még egy levél! Hát mi úgy gondoljuk, hogy tovább nem várunk, tehát most már sztrájkbizottságban kötelesek a sztrájktörvény ereje mentén tárgyalni, és erre a beadástól számítva 5 napon belül ki kell jelölniük a tárgyalópartnereket, és 7 napig kötelesek vagyunk egyeztetni.
demokratikus üzé van, nem lesz itt változás. Tehát itt van nagy valószínűséggel csak a sztrájk fog átmenést hozni. Sajnos a sztrájk az egy olyan műfaj, amelyet nem lehet egyedül ütni. Én nagyon sokaknak az érdekében mentem már bíróságra. Mentem mindenféle tárgyalásokra, egyeztetésekre. Azok el tudok menni egyedül. De sztrájkolni nem tudok egyedül a kollégáim nélkül. És erre így van a többi szakszervezet is. Tehát az lenne a kérésünk, hogy legyenek szívesek, megkeresni a munkahelyükön a létező szakszervezeteket, abba bele kellene lépni, még akkor is, hogyha elégedetlenek vele. Kérem, az elégedetlenek, azok válasszák meg a megfelelő embereket. Tessék leváltani az alkalmatlan vezetőket, az alkalmas vezetőket tessék a szakszervezetek élére állítani. Nem azt mondani, hogy elfordulunk tőle, mert egyedül nem érünk el semmi. Az égvilágon semmi. Csak összefogással értük el, és itt pedig adott egy jogi lehetőség. Tessék azt Magyarországon is kihasználni. Itt a tőlem bal oldalra van egy stand, ez a mindenki dicsért stand. És ott kezdenek találni belépési nyilatkozatokat. Megtalálják a mostanon következő fórumnak az anyagát, ami 24-én lesz Pécsen. És találnak információt arról is, hogy hogyan kellene hétfőtől tovább segíteni a szakszervezetek munkáját. Itt lehet feliratkozni ugyanis arra az útlezárás sorozatra, amely Pécsen 21-én indul. Mert hogyha beleállunk a sztrájkba, azt azért tudni kell, hogy ez nem olyan egyszerű dolog. Egyrészt azt meg kell szervezni területileg és országosan is. Akik abban részt vesznek, azoknak ki kell benne tartani, és őnek itt nagyon nagy szükségük van a külső segítségre. Mik ezek a külső segítségek? Hát például azok, hogy megjelenünk minél többen tüntetéseken, illetve részt veszünk a bérpályás utazárásokban, blokádokban, és magunk is szervezünk ilyeneket. Én azt szeretném kérni, hogy ebben legyen erről járjon erről Pécs, mint ahogy mindenben eddig, azért azt hiszem, civil mozgalmakban elég rendesen erről jártunk, és mindent próbáljuk magunkat oda tenni, különben nem jutunk semmire. Az lenne még a kérésem, hogy hallgassátok meg azokat a sztrájk követeléseket, amelyek már a kormány előtt vannak. Ezek a PDS-nek azok a sztrájk követelései, amelyek a PDS önállóan már beadott, ezzel is sarkalva a többi szakszervezetet arra, hogy ugyanezt tegyék meg. Általános követelések. Mondják vissza a rabszolgatörvényt! Legyen egyeztetés a munkatörvénykönyvének munkavállaló balák módosítása érdekében. Rendezzék a közalkalmazotti bértáblát. Biztosítson valami előmenetelt a közalkalmazottak számára. Ne minimálbérért és ne garantált bérminimumért dolgozzon a diplomás ember is. Mert azt tudni kell, hogy a közalkalmazotti bértábla gyakorlatilag ma Magyarországon megszűnt. 2008 óta nem emelték a bérüket. 2008 óta, 11-én. Jogszabályban biztosítsák a járulékmentes béren kívüli juttatások lehetőségét. A kafetériát. Úgy van! A többlet munkáért járó ellenértéket minden esetben fizessék ki. Ez egyértelműen legyen szabályozott a munkatörvénykönyvében és egyéb ágazati, valamint jogállási törvényekben rendeletekben. Erről azt kell tudnotok, hogy velünk kezdték pedagógusokkal. Mi hallottuk először azt, hogy nem probléma az, hogy megemeljük az óraszámokat, a lehetséges óraszámokat, úgyse fog emelkedni a munkatehel, hiszen mindenkinek maradhatóan ugyanannyi. Nem kell ettől félni. Kérdezzék meg, hogy a pedagógusok most neki hány órában dolgoznak. Meg fogják mondani, hogy hány százalékkal emelkedett a munkatermük, legalább 50%-kal összességében. Kérdezzék meg a diákokat, hogy mennyit kell neki tanulniuk iskolába lenni. Hány órát kell neki tanulással, azaz munkával foglalkozni, ahelyett, hogy gyerekek lehetnének. Hát ide jutottunk, azért, mert a törvény megengedi. Legyen a minimálbérhez kötött diplomás bérminimum. 6. Követeljük a sztrájk törvény módosítását, a sztrájk jog gyakorolhatóságára biztosítását. Ez azt kell tudni, hogy van ez az úgynevezett végelégséges szolgáltatás.
Nekünk nagy valószínűséggel majd jó pár ágazatban bíróságra kell menni ahhoz, hogy tényleg zárt ajtós sztrájkokat tudjuk tartani, de mi ezt végig fogjuk csinálni. Vegye komolyan a kormány, a munkáltatókat, a szakszervezeteket és a velük folytatott tárgyalásokat. Úgy van! A pedagógusok illetvényének számítási alapja ismét a mindenkori minimálbér legyen. 2015 óta nem emelték a bérünket. Állítsák vissza a közoktatási törvény szerinti óraszámokat. Csökkenjen a diákok és pedagógusok munkatermelése, erről beszéltem is. Kezdődjön meg az előmeneteli rendszer módosításáról szóló szakmai vita. Állítsák vissza az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiáját. És az itt vannak még azok, amelyek nem lehetnek sztrájkövetelések, de valamelyiknek fontos. Azért, hogy normális országban éljünk. Csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez. Helyezzék hatályon kívül azt a bíróságról szóló törvényt, amelyben megszűnik a bíróságok egy részének önállósága. A beszélgetési bíróságról szóló törvényről beszélek. És természetesen anyák, nagyszülők azt szeretnénk, hogy legyen tanszabadság, legyen meg a tanulás szabadsága, legyen normális egészségű és szociális ellátás, éljünk egy normális Magyarországon. Most nekünk hetesi műtikót a Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének Baranya megyei titkárát fogjátok hallani. Ők már múltkor is nagyon nagy létszámban itt voltak a büntetésünkön. Hetesi műtik olyan Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének. Kedves kollégák és egybegyűltek! Örülök, hogy ennyien összegyűltünk, és vettétek a fáradtságot, megértettitek, hogy csak együtt, összefogva érhetjük el a céljainkat. Én, mondjátok utána, hogyha egyetértetek ebben, amit mondok. Hazámban tisztességes bért akarok kapni! Hazámban rabszolga nem akarok lenni! Hazánkban rólam, nélkülem, ne döntsön senki! Hazánkban rólam, nélkülem, ne döntsön senki! Hazánkban nyugdíjnak, alkotmányos jognak kell lenni! Hazánkban nyugdíjnak, alkotmányos jognak kell lenni! Állj ki magadért, állj ki a társaidért, állj ki a jövődért! Helyette potlékokkal szúrják ki a szemünket. Nem ülnek le velünk tárgyalni, pedig mi neveljük a jövő nemzedékét. Egy szociálisan érzékeny kormány így becsül meg bennünket? Kicsit hosszúra sikerült. Szem előtt tarthatnám a családok évében, hogy mi a kezünk alatt nevelkedik a jövő nemzedéket, ami nem kis felelősség. Meg vagyunk fizetve? A V4-et országai közül a legvégén kullogunk. Csak a balkáni államok előzzek meg bennünket. Lengyelek, szlovákok, még a románok is megelőznek bennünket. Hát jól van ez így? A csepény kérünk mellett még a kevés kategóriát is súlyosan megadóztatják ettől az évtől, ha egyáltalán kapunk. Létbiztonságot, kiszámítható, tervezhető jövőt, hogy a mi fiataljaink, gyerekeink itthon tudják megvalósítani önmagukat. Ne kényszerüljenek arra, hogy külföldre meneküljenek. Egy szakmunkás minimálbérből, amit idén január 1-től elértem, ennyivel a nyugdíj előtt. Jól van ez így? A szakmunkás minimálbérből fiataljaink nem tudnak jövőt építeni. A munkatörvény módosítása több pontban sérti az érdekeinket. Többek között a túlóra törvény módosítása minket is érintene közvetve, hogy az általunk nevelt gyerekek még kevesebbet lesznek szüleikkel, kevesebb lesz az eltöltött minőségi idő. Jól van ez?
rendelet érvényesítését elkezdíti a kormány. Az új rendeleteidet lásd a gyülekezési törvény szigorítása, az érdekvédelem népviselet gyengítése, a tisztségviselők megfélemlítése. Emeljétek fel a fejeteket, véleményeteket bátran vállaljátok. Köszönöm figyelmeteket, tartsatok ki egymás mellett, mert egységben az erő. Köszönöm szépen! Marga Orsolya következik, a NEM, azaz a nők ellenállási mozgalma részéről. Hallgassátok! Tehát Varga Orsolya. Következő. Szervusz Pécs! Mi vagyunk a NEM! A nők ellenállási mozgalmaként született ez a csoport. Mert mi tudunk akkor is szülni, ha nem utasítanak rá. Anyák vagyunk, nők vagyunk, de nyitottak vagyunk. Bárki csatlakozhat hozzánk. Mert nem csak a nőkért és nem csak dolgot, nem csak nőkkel dolgozunk. Akinek ugyanaz a célja, ami nekünk, az csatlakozzon hozzánk. Demokratikus, szabad országban akarunk élni. Úgy van! Hogy nevet fogunk. Nevet a korrupcióra, az antidemokratikus kormányzásra. Nevet a félelemre. Azért jöttünk, hogy kitakarítsunk. Horse!
váltson ki bennünket. És ne legyenek illúzióink! Ez nem fog menni egyik napról a másikra! Meg kell tanulni kiállni az érdekeinkért! És megvédeni! Nem értünk hozzá! Hibázni is fogunk! De nekünk kell megtennünk! Össze kell fognunk és cselekednünk kell! Nekünk! Mi tudjuk, hogy mi a jó nekünk. Hát akkor tegyünk érte! És ennek a tüntetésnek vége lesz sokára! Úgy menjetek haza, hogy vigyétek haza ezt a tüzet, vigyétek haza ezt a lelkesedést, osszátok meg barátokkal, ismerősökkel, mert minél többen megyünk kiállni a jogainkért, annál inkább gyengül a hatalom. Később rettenni fogsz. Állj ki magadért! Állj ki a másikért! Egy egész országot csak nem tudtam kirúgni! Úgy van! Magyarjához voltam! Kisjájom! Helyetted senki se fogja megoldani a problémáidat. És azt tudjuk, hogy a magyarjám bölcsessége örök. A ti problémáitokat se fogja senki megoldani. Hát fogjátok már meg, vegyétek fel, és legyetek rendben! Lépjetek be a szakszervezetekbe! És tudom, sokotokkal beszéltem. Nem mindenhol úgy működnek a szakszervezetek, ahogy kell. Hát akkor kérjétek számon a szakszervezeti vezetőket. Mert le lehet őket váltani, és álljatok a helyükre! Hors! 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 H
most elmélek. Voltak olyanok, akik nagyon sokáig azt hitték, hogy ez a szervezet majd számukra egy erdőt fog biztosítani, és megvédi majd mindentől őket. Ez az elég öreges fejjel, nagyon avitas, első generációban egyik fideszes erdő. Én össze is csuknám ezt, mert én azt hiszem, hogy ez most már az esőtől se vég. Úgyhogy az lenne a javaslatom, hogy tényleg próbáljon mindenki a sarkára állni, és ne csak a lángot, a tüzet vigye haza, hanem az információt is. Itt lehet a stannál jelentkezni, a Mindenki Pécsi stannál a útlezárásokra, amelyek hétfőtől kezdődnek. Hétfőtől egészen 31-ig, és nagyon várjuk a résztvevőket. Szívességetek